A Madarász Imre Egyesített Óvoda tavaszi pedagógiai rendezvényeinek többsége a veszélyhelyzet miatt elmarad. Két tehetséggondozó programot azonban még sikerült megtartaniuk. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük. A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 2019-ben összeállította az éves munkaprogramot, ami szerint segíteni szeretné a tehetséggondozásban résztvevő pedagógusokat és a tehetséges gyermekeket, tanulókat Karcagon és a környékén. Ennek keretében kerülnek megrendezésre a szakmai programok. Tegnap előtt került sorra azoknak a jó gyakorlatok, tehetséggondozó jó gyakorlatoknak a bemutatása, amelyek itt Karcagon az általános iskolákban valósulnak meg. Négy általános iskola mutatkozott be. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskolának a mozgással, a sporttal kapcsolatos testi kinesztetikus területen lévő jó gyakorlatait Fölvárin és Simon Ilona igazgatóasszony mutatta be. Nagyon sokszínű, gazdag tevékenységet vonultatott föl, amelyet az egész év folyamán megvalósítanak a diákjaikkal. Ezt követően bemutatásra került a Karcagi Általános Iskola Kovács Mihály tehetségpontjának, a Kovács tehetségpontnak a bemutatása. Itt egy természettudományi műhely, kézműves műhelynek a bemutatására került sor, ahol a diákok a kézművesség, a dramatikus játékok összekapcsolásával élik meg a tehetséggondozás minden pillanatát és örömét. Ezeket a műhely munkákat Lévainé Kovács Róza vezeti kollégájával együtt. Ezt követően bemutatásra került a hétfői napon a Szent Pál Marista Általános Iskolának a jó gyakorlatai közül azok a színpadi játékok, amelyeket láthattunk is itt az elmúlt években, hiszen a passió játékot, a betlehemi játékaikat, ezeket a názáreti csillagot, ezt ugye az elmúlt években itt Karcagon is, és nem csak Karcagon, hanem az országban több helyen bemutatták, és Dánielné Kacsó Andrea igazgatónő mutatta be azt, ahogyan ők erre készültek, és amilyen élményt jelentett számukra ez az alkalom. És a Györfi István Katolikus Általános Iskola jó gyakorlatai közül a kórus programokat mutatta be Kovács Miklósné igazgatónő, és Borsosné Herceg Judit, aki a kórusnak is a vezetője, és a programot színesítették azzal, hogy a kisdiákok a Kun Rózsa kórusuk. Ez hasonló az óvodai óvonői kamarakórussal, hiszen az is egy Kun Rózsa nevezetű kórusunk, úgyhogy itt a diákok bemutatkoztak, egy nagyon szép népdalcsokorra színesítették ezt a délutánt. A másik tehetséggondozó napon a gyerekeké volt a főszerep. Igyekeztünk úgy válogatni, hogy hét területen, tehetségterületen gondozzuk a tehetségeket az óvodáinkban és az általános iskolákban is, a tehetségpontokban is, és ezek közül is a kiváló akkreditált tehetségpontokban, hiszen ez is több van itt Karcagon. És igyekeztünk úgy, hogy különböző tehetségterületeket tudjunk bemutatni. Tehát mind az öt kisdiák ma a különböző területen mutatta meg a tehetségét, illetve arra is próbáltunk odafigyelni, hogy valamennyi általános iskolából is kerüljenek bemutatásra a gyermekek, hiszen minden iskolában, ahogyan a hétfői napon is bemutatták az igazgatónők, van tehetséggondozás, hol tehetségműhely, hol szakkörök keretében, hol különböző szervezetprogramok, pályázati projektek keretében, de azt gondoljuk, hogy mindenhol van, és ezt szerettük volna, és szeretnénk itt a mai napon megmutatni, bemutatni. A többi tavaszi időszaki szakmai program azonban elmaradt.